12 éven aluliak számára nem ajánlott. Igaz történet alapján. Milyen óra jön? Teri. Mi bajod vele? A Teri nagyon fontos tantárgy. Ó, te fáradt vagy. Jó napot kívánok! Ennyien? És hol van a többi? Elnézést, bocsánat a késéssel, a többiek még öltöznek, tessé óra. Na jó, engem nem érdekel. Be fogom írni a késés, de kegyetlenül. Ez most... Rendben. Be fogom írni. Az biztos. Jó, mindenki nyissa ki a füzetét, könyvét, a mai nap Trianonról fogunk. Ezt nem hiszem. Kezdjétek el írni a vázatot, a többi meg bepótolja. Úristen! Hova kerültem? Kérem szépen, ezek lennének a feltételek. Elfogadják, vagy sem? Természetesen, hát maguknak soha nem mondanak nemet. Nos, én azt javaslom, ne is húzzuk tovább az időt. Írjuk is alá a szerződést. Köszönöm, hogy időt szakított el. Rendben. Köszönöm szépen. Uramisten, ezek komolyan azt gondolják, hogy egy szerződéssel mindent elintéznek? Zoli, ébredj! Most jön a legjobb rész. Mindegyiket ki fogom kérdezni. 1920. január 7-én érkezett meg a delegáció. Most a békéről már 1920. május 6-án megtörtént a döntés, véglegesítették a szöveget. Gróf Aponyi Albert, éppen az előbb beszéltünk róla, akkor úgy döntött, hogy visszaadja a megbízatását. Nos, mi kiszánk aláírni bármit, amit csak akarnak. Ne aggódjanak. Ez az egész csak formaság, az, hogy az emberek azt higgyék, hogy történt valami. Elveszünk egy-két részt az országukból, de megértem, nem lesz semmi komolyan. Hálával tartozunk. Megkínálhatom magát egy kis almával? Én inkább azt javaslom, hogy írjuk is alá a papírokat.
1920. június 4-én Versailles-ban, a Trianon kastélyban Bernard Ágoston népjóléti miniszter és Brassel Lázár Alfréd követ aláírták. Leírtátok a neveket? Nem érdekel. Haladjunk tovább. Folytassátok a vázlatírást a következő diáról, majd lemásoljátok egymásról. A szerződés első és második részét is kérdezni fogom. Kérem szépen, ezeket a feltételeket kell elfogadniuk. Teljesen fülösleges elolvasniuk. Hát én azért belenéznék, hogy tudjam, mit cselekszem a hazám nevében. Teljesen nyugodtan. Úgy is alá kell írnia. Uramisten, mit keresek én itt? A vesztembe rohanok. Egy olyan szerződést írok éppen alá, amiben elismerem, hogy elveszik az országom határait. Örökké szégyen lesz a nevem. Én leszek az ellenszenves Benárt Ákost, aki odaajándékozza az országát az antantoknak. Már a gondolattól is kiráz a hideg. A vasztos országokkal már mind tárgyaltunk, hiszen föl és nyerességgel végeztek a háborút. Önök esik előhette el a sorsuk, hiába kapálóztak. Ez ma az Isten facsa, az hiszi éjjel valamit. Egyébként is ezek a maguk hibája. Nem is értem, minek akartak háborúzni minden áron. Hisz tudták, hogy veszi be a hamnak. Minden számot, minden dátumot pontosan kell tudniuk. A 18,2... Ez az óra nem is annyira rossz, mint gondolom. Látod, megmondtam. Azért ne legyél annyira elbizakodott. A 7,6 az 7,600,000 ember sorsa. 600,000 emberről nem feledkezünk el. Pontosan kell tudni a jóvátétel összegét, és azt, hogy a térség népei között a szembenállás fokozódik. Remélem leírták. Már ennyi az idő? Jó. Akkor a következő órán dolgozatot írunk. Mindenkinek szólok. A dolgozatban minden dátumot, minden számot pontosan kell tudni.